Kölni piaca. Ahó, Eli, mit csinálsz? Találjam ki. Gyűha. Vannak almáid, és narancsaid, és banánjaid. Értem már, piacost játszol, de jó! Igen, most már csak vásárlók kellenek a piacodra. A Mars Fivérek műsora. Citrom. Ananász. Ananász, 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 ananász. Ez egy ananász. Görög dinnye. Görög dinnye, görög dinnye, görög dinnye, görög dinnye, görög dinnye, görög dinnye, görög dinnye. Dinnye. Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, hogy mi ez? Egy piac! Eli piaca! Milyen gyümölcsöt szeretnétek? Gyümölcs! Pokolyó egy narancsot szeretne, Pátó pedig banánt akar. Ajjaj! Szegény gyümölcsök! Megcsináljuk! Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a zöld! Keressetek valami zöldet! Valami zöldet! Lássuk, mit találtatok! Jól van! Hadd nézzem a képeiteket! Egy zöld ceruza! Egy zöld lufi! Egy zöld építőkocka! Jó! Keressetek még zöld dolgokat! Egy zöld alma! Pompás! Egy zöld szék! Nagyszerű! És ez? Tudjátok, mi ez? Egy marsfivér! Egy marsfivér! Nagyon jó! Ő is zöld! Éljen a zöld! Nézzétek csak! Kész van a piac! Eli azt kéri, hogy vegyétek fel a gyümölcsöket. Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Alma! Ez egy alma! 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 Ügyes vagy! Oda kerülnek az almák. Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Narancs! 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 Úgy bizony, ez egy narancs. Oda kerülnek a narancsok. És ez? Banán! 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 Igen! Van banánunk!
Alma, narancs, banán. Csodaszép piac. Énekeljünk! Come to the market, see the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. Alma, narancs, banán, görögdínye, ananász, citrom. Come to the market, see the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. Az élelmiszerbolt. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Ha-hó, Pato! Hát ezek meg mik? Konzervek! Konzervek? De jó! És azok mik? Üvegek! Üvegek is vannak, értem. És azok? Dobozok! Dobozok! Nagyszerű! Hű, ez egy élelmiszerbolt, és hív az első vásárló. Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó, mi az? Mese. Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer a hangya és a dinoszaurusz elment az élelmiszerboltba. A hangyának volt egy apró táskája, beletett egy olajbogyót. A dinoszaurusznak viszont nagy táskája volt, sok-sok doboz gabonapejhet tett bele. Aztán a hangya fogott egy kis kosarat. Beletett még egy olajbogyót. A dinoszaurusz viszont nagy kosarat választott, abban még több gabonapejhes doboz tett. Aztán a hangya fogott egy kis kocsit. Beletett még egy olajbogyót. A dinoszaurusznak viszont nagy kocsia volt, még több doboz gabona pehelyjel. És aztán piknikeztek egy jót a sok olajbogyóval és gabona pehelyjel. Vége! Nézzétek, Eli telefonál. Megmondanátok, mi az? Egy üveg! Az egy üveg! Jó ötlet, Pato, igen. Tedd az üveget a kosárba. Üveg! Nagyon jó! Megmondanátok, mi az? Doboz! Az egy doboz! Doboz, úgy bizony! Doboz! Megmondanátok, mi az? Konzerv! Konzerv, úgy bizony!
még egy üveg, még egy doboz, és még egy konzerv. Hú! Poli mondja! Poli mondja! Poli mondja! Poli mondja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, menjetek hátrafelé. Ez az, menjetek hátrafelé. Hátrafelé menni, jó? Polip mondja, guruljatok. Rajta guruljatok a padlón. Ez az. Guruljatok. Polip mondja, ugráljatok. Ez az. Ugráljatok fél lábon. Ez az. Polip mondja. Ennyi volt. Senki sem veszi fel a telefont. Eli, ez azért már túlzás. Eli azt mondja, légy szíves, csak még egy apróság kellene. Rendben. Tű, ez jó sok. Bevásárlókocsi? Jó ötlet. Mi van itt? Buli! Hát ezért kellett Ellinek ennyi minden az élelmiszerboltból. Énekeljünk! If you want to buy, come to my supermarket. Here you will find bottles, cartons and cans. Fill your trolley or your basket. Üveg. Doboz. Konzerv. Kocsi. Kosár. If you want to buy, come to my supermarket. Here you will find bottles, cartons and cans. Pokolyó ajándéka. Mi ez? Ó, ha-ho, Pokolyó. Ha-ha. Megmondanátok, mit visz Pokolyó? Ajándékot! Egy ajándékot! Egy ajándékot! Hű, de izgalmas! Vajon mi lehet benne? Ti is kíváncsiak vagytok? Azt mondtam, kíváncsi vagyok, mi van benne, Pokolyó. Pokolyó, szerintem Eli mondani szeretne valamit.
kitaláljátok, mit szeretne mondani Eli. Nyisd ki az ajándékot! Bonsd ki! Nem. De nem vagy kíváncsi rá, hogy mi van benne? Bármi lehet. Egy szép szék, hát persze. Egy csinos kalap, vagy egy ugróbot. Sőt, akár egy repülőgép is lehet. Nem szeretnéd kinyitni, nem? De vajon mi lehet? Ez elég bosszantó, nem? Szerintem elég készül valamire. Értem. Felülsz a vonatra, és megpróbálod megszerezni Pokolyó ajándékát. Szerintem ez nem igazán jó ötlet, Eli. De most komolyan, szerintem nem kellene... Ajjaj. Szerintem Pato ezt nem akarja, Eli. Ő... Mi ez? Ajaj! Már késő! Ó, nem merek oda nézni! Itt a fürdés ideje, és még mindig nem nyitottad ki az ajándékodat, Pokolyó. Eli! Úgy látszik, Pokolyó nagyon őrzi az ajándékát. Jó reggelt, Pokolyó! Jól aludtál? Egy kiadós alvás után az embernek kedve támad kinyitni egy ajándékot. Nem? De már egy egész nap eltelt, Pokolyó. Nem bírom tovább, ki készít ez a várakozás? Eli, most meg mire készülsz? Kitaláltál valamit? Kötél? Egy kacsa? És egy fa? Eli, szerintem egy kicsit túlzásba viszed. Szerintem Pato nem... Ajaj! Oj, nem! Pokolyó, mit csinálsz? Odaadod Elinek az ajándékot? Boldog szülinapot! Értem. Szóval az ajándék nem a tiéd, hanem te adod Elinek. Ezért nem nyitottad ki. Hűha! Éljen, Pokolyó, és boldog születésnapot, Eli! Pápá, nem sokára találkozunk. Excellent. Keep dancing like that.
Pokolyó új játékai. Nézzétek, ez Pokolyó. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Mi az? Mit látsz, Pokolyó? Hűha! Játékok! Mi az? Hullahopp karika! Csodás! És az? Egy sárkány! Milyen gyönyörű sárkány! Sárkány! Hurrá! Patónak ugró kötele van. Ugró kötél! De jó! Csodálatos! Szörfölj a neten Ellivel! Szia, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Mérlekhinta. Eli mérlekhintát keres. Mérlekhinta. Igen, ez az. Egy mérlekhinta. De jó móka. Még. Csúszda. Pokolyó most csúszdát szeretne látni. Hű, ez aztán a hosszú csúszda. Köszönjük, Eli! Igen, köszönjük, Eli. Ügyes vagy. Megmondanátok, hogy mi ez? Hullahopp karika! Úgy bizony, ez egy hullahopp karika. Hoppá! És ez mi? Sárkány! Úgy bizony, ez egy sárkány. Ajjaj! Megmondanátok, mi ez? Ugrókötél, bizony! Ajjaj, szegény Pokolyó! Állatos összekötősdi! Ha-ho, Pokolyó! Á, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, már tudod, hogy milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Ez egy panda, Maci! Úgy bizony, ez egy panda. Panda! Eli azt szeretné, ha újra kipróbálnád a hullahopp karikát, Pokolyó. Hullahopp! Most próbáld meg újra röptetni a sárkányt, Pokolyó. Sárkány! Nem rossz.
És most jöhet az ugrókötél. Ugrókötél! Hurrá! Bravo! De jó! Énekeljünk! Now it's playtime. Come on and play with your friends. You can choose one or try all the different toys. You can try the hula hoop. You can try the skipping rope. You can try to fly a kite. Try the seesaw or the slide. You can try the hula hoop. You can try the skipping rope. You can try to fly a kite. Try the seesaw or the slide. Cipője. Ha-ho, pokolyó! Ha-ha! Úgy látom, Eli vár valamire. Vajon mire vár? Ez úgy néz ki, mint egy csomag. Jaj, de jó! Egy nagyon rózsaszín csomag. Megmondanátok Pokolyónak, hogy ki a csomag? Elié! Úgy bizony. A csomag Elié. Mi lehet benne? Eli, gyorsan nyisd ki! Egy pár cipő. Eli kapott egy csinos ünneplő cipőt. Pokolyó, szerintem Eli azt szeretné, ha segítenél neki felvenni a cipőjét. Kíváncsi rá, hogy tetszik-e nektek az új cipője. Igen, tetszik! Nagyon tetszik! Mondd, Eli, játszani is az új ünneplő cipődben szeretnél? Mi az, Eli? Szeretnél szünetet tartani? Már is újabb szünet? A cipőd miatt. Szerintem ez a cipő nagyon töri Eli lábát.
Eli, megkaphatná Pató a labdát? Mi az? Ó, csak egy kis piszok. Ideje lefeküdni, Eli. Holnap újra felveheted a cipődet. Ajaj. Úgy látszik, Eli tényleg nagyon szereti a cipőjét. Ó, Eli. Fogsz tudni valaha is rendesen járni abban a cipőben? Ajaj. Na hát, Eli azt mondja, ő ma nem akar játszani. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó ötlet. Eli, ez nem volt szép tőled. Pató csak mókázni akart egy kicsit. Szegény Pató. Eli azt kéri, hogy bocsáss meg neki. Pató! Pató! Szerintetek játszon Eli a barátaival? Játszon! Játszon a barátaival! Igen, szerintem is játszon Eli a barátaival. Tíha, látod, hogy tudsz játszani, ha nincs rajtad az ünneplő cipő? Éljen, Eli! Éljen, Pokolyó! Éljen a játék! Pápá, nem sokára találkozunk. Babája. Pahó Eli! Tű, van egy új babád! Két karja van, két lába, és egy feje. Csodálatos! Pahó fiúk! Vigyáztok Eli babájára? Hó, barátaim! Osztály, figyelem! Pató professzor azt mondja,
Ez egy kéz. A kézen vannak ujjak. Ez egy láb. A lábon is vannak ujjak. Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Segítenétek Szundi madárkának? Ez egy láb! Szerintem a haragos űrlény mondani akar valamit. Láb! Nagyszerű! Mindannyian tanultunk valamit a kéz és lábujjakról. Köszönjük, Pató professzor! Pató professzor előadását hallottátok. Ajjaj! Pató, óvatosan! Ebből baj lesz. Jaj, ne! Pokolyó, Pató, ne! Ajjaj. Pokolyó, szerinted ez jó ötlet? Torta! Köszönjük! Szegény Eli. Polip mondja! Polip mondja! Polip mondja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék. Az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja. Fessetek! Ez az, mindenki fessen. Festeni jó! Mondja, fényképezzetek! Ez az, fogjatok egy fényképezőgépet, és fényképezzetek! Polip mondja, zenéljetek! Ez az, zenélni jó! Polip mondja, ennyi volt! Megvan az összes darab. Megmondanátok, mi ez? Ez egy fej! És azok mi? Lábak! Azok lábak! Na és azok? Karok! Azok karok! A karok, úgy bizony. Á, javítsuk meg! Hurrá! Lássuk csak. Két láb, két kar és egy fej. Remek! Megjavítottátok! De jó! Énekeljünk! Thank you.
éttermesdi. Ha-ho, pokolyó! Ha-ha! Mi a tervetek mára? Á, értem! Éttermeset játszotok, de jó! A sapkája alapján arra tippelek, hogy Eli lesz a szakács. És ez azt jelenti, hogy pokolyó, te pedig a pincér leszel. Most már csak egy vendég kell. Bár csak volna itt valaki, aki eljátszaná, hogy farkas éhes. Szerintem pokolyónak szüksége volna egy kis segítségre. Láttok itt valakit, aki eljátszhatná a vendéget pokolyó és Eli éttermében? Pato, üdvözöllek Pokolyó játék éttermében. Foglalj helyet. Nézd meg, mi van az étlapon, Pato. Tészta. Incsiklandó. Szegény Pato, úgy látszik, nem szereti a képzelt tésztát. Valami finom gyümölcs a végén. Egy narancs? Jól hangzik, nem igaz? Narancs! Csíha! Egy narancs! Egy léggömb. Ajaj, szerintem Pato elég mérges. Mi a baj, Pato? Hogy nagyon éhes vagy. De, Pato, ez csak egy játék étterem. Igen, azért is hívják Pokolyó játék éttermének, mert nem valódi étterem. Pato, éhes kacsalétedre igazán rendesen viselkedtél. Kár, hogy nincs valami igazi ennivalónk, amit odaadhatnánk neki. Pedig tényleg nagyon éhes. Egy valódi süti! Eli, micsoda nagyszerű ötlet! Pato kedvenc étele a süti. Pokolyó, futás, hívd ide! Süti! Csíha, már itt is van! Ha-ho, Pato öreg cimbora! Foglalj helyet és egyél egy kis sütit! Pff,
Pato, ne, ne, ó, oh, ne, ne, ne! Pato, ne, Pato, Pato, Pato! Ne! Pokolyó, Pato azt hiszi, hogy ez a süti játék süti. Mindjárt elejti. Biztos, hogy elejti. Jaj, mit csináljunk? Tudom már, segítenétek mindannyian. Segítsetek, szóljunk Pátónak, hogy ez valódi süti. Pátó, hagyd abba! Ez igazi süti. Ajjaj. Pátó? Ah, és egy újabb elégedett vendég. Éljen Pokolyó, és éljen a süti! Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Bulizzunk! Ó, ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Mi az? Lufi! Tyű, egy léggömb! Jaj, de szép! Ha-hó, Eli! Mi az? Egy torta! Fincsi! Ha-hó, Pato! Mi van nálad? Egy ajándék? Értem már! Csapni akartok egy nagy buli! Buli! Hurrá! Hurrá! Buli lesz! Tyű, de izgalmas! Már alig várom! A Mars Fivérek műsora. Tányér. Pohár. Pohár, 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 pohár. Pohár, ez egy pohár. Gyertya. Polip segíteni akar. Megmondanátok Polipnak, mi van Pokolyó kezében? Lufi! Egy lufi! Úgy bizony, ez egy lufi. Fújd! A lufit fel kell fújni, Polip. Jaj, de jó! Ügyes vagy, Polip! Ajjaj! Újabb lufik! Lássunk hozzá a lufi fújáshoz! Ajjaj! Tűha! Ebből baj lesz! Oda sem merek nézni. Színkerék. Üdvözlök mindenkit a játékban. A mai színünk a sárga. Mindenki keressen valami sárgát. Gyerünk. Sárgát. Valami sárgát.
Hadd nézzem a képeiteket. Egy gumikacsa. Egy citrom. És egy locsolókanna. Jó, keressetek még sárga dolgokat. Egy sárga virág. Pompás. Egy sárga busz. Nagyszerű. És ez? Tudjátok mi ez? Valentina! Igen, ő is sárga. Ilyen a sárga. Szegény polip. Jól vagy, polip? Megmondanátok polipnak, hogy mi ez? Torta! Ez egy torta! Úgy bizony, ez egy torta. És mi van Patónál? Ajándék! Úgy bizony, ajándék. Meglepetés! Tű, szóval polipnak rendezték a bulit. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, polip! Énekeljünk. Today we have a party. Let's blow up some balloons. We have a cake with candles. We're ready to dance. Today we have a birthday. Let's open all the presents. Yeah. Luffy! Torta! Let's blow up some balloons. We have a cake with candles. We're ready to dance. Today we have a birthday. Let's open all the presents. Pokoyo! Eli ajándéka. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Tű, nézd csak, Pokolyó! Ma valakinek születésnapja van. Tudod, kinek van születésnapja, Pokolyó? Halljuk. Ja, értem. Találjuk ki mi magunk. Ez egy találós kérdés. Kitalálja valaki közületek, hogy kinek van ma születésnapja? Elinek van születésnapja! Úgy bizony! Ma van Eli születésnapja. És később majd bulit is rendez. Nagyon izgalmas. De Pokolyó, tudod már, mit adsz Elinek ajándékba? Nem. Na és akkor mi lesz? Csinálok neki. Ó, ez igen. Nagyon jó ötlet. Ajándékot készítesz Elinek. De, Pokolyó, mit csinálsz neki? Tudod már? Mit? Ja, értem. Egy újabb feladvány. Nekünk kell rájönnünk. Csodamókás. De nem sokára kezdődik a buli. Szerintem ideje hozzálátnod, Pokolyó. Pokolyó! Mit csinálsz, Pokolyó? Ó, már értem. Ezekből a szép formákból készítesz ajándékot Elinek. Remek ötlet! De vajon mi lesz belőle? Ez kezdetnek jó. Egy szép, nagy, rózsaszínű golyó. Ez csodás, Pokolyó, de... Vajon mi ez?
Értem. Még nem fejezted be. Hát alig várom, hogy megtudjam, mi az. Júj, de izgulok. Ezt is mind ráteszed az ajándékodra. Vajon mi lesz Pokolyó ajándéka? Már kitalálhatjuk? Na, hadd nézzem. Jó nagy, rózsaszínű, és Eli ajándéka lesz. Szóval olyas valami, aminek Eli örülni fog. Eli kap egy Elit. De szerintetek nem hiányzik valami Eliről? Mondd, Eli melyik része hiányzik Pokolyó? Segítetek Pokolyónak kitalálni? Mi hiányzik Eliről? Eli ormánya! Úgy bizony, eltaláltátok. Még egy ormány kell Elinek. Úgyhogy tedd rá, Pokolyó. Tudod, hol a helye? Pokolyó, szerinted tényleg ott a helye Eli ormányának? Ja, értem, csak játszol. Ez mókás. Hát ez tényleg nagyon vicces, Pokolyó. De most komolyan. Hová kerül Eli ormánya? Oda bizony. Hát ez nagyszerű. Pokolyó egy csodás Elit készített Elinek. És a buliáról sem fog lemaradni. Gyerünk, menjünk gyorsan! Boldog szülinapot, Eli! Nagyon szívesen. Tudod, ezt tőlünk is kapod. Nagyon-nagyon szívesen, Eli. Örömmel adtuk. Boldog szülinapot, Eli! Kívánjunk neki mindannyian boldog szülinapot. Boldog szülinapot, Eli! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó fényképezőgépe. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Egy fényképezőgép. Ugye tudod, mi az a fényképezőgép? Ez volt a vakú. Vakú? Igen, a vakú. Tudod, mi ez, Pokolyó? Kép. Egy kép. Úgy bizony. Ó, szóval csinálsz még képeket? Egy virág. Csodálatos. Pokolyó meséi. Ha-ho, Pokolyó, mi az? Mese. Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hangya és egy dinoszaurusz. Mindkettejüknek volt egy szép lufia. Nagyon boldogok voltak. De aztán a dinoszaurusz lufia kipukkant. Nagyon szomorú lett. Sírt.
de aztán a hangya hozott egy új lufit a dinoszaurusznak. A dinoszaurusz nagyon örült, mosolygott. De aztán a lufi leeresztett. A dínó megint szomorú volt, sírt. De aztán a hangya nekiadta az ő lufiját. A dinoszaurusz örült, mosolygott. De most a hangyának nem volt lufia. Szomorkodott. De aztán a dinoszaurusz hozott neki egy másik lufit. Mindketten örültek. Vége! Ha-ho, Pato! Egy baba. Kiha? Megmondanátok Pátónak, mi ez? Fényképezőgép! Ez egy fényképezőgép! Bizony! Fényképezőgép! Megmondanátok Ellinek, mi ez a villogás? A vakú! Fényképezőgép vakúja! Igen, ez a vakú! Papa! Formálósdi. Téglalap. Téglalap. Rombusz. Rombusz. Ovális. Ovális. Téglalap, rombusz, ovális. Tű, mi ez, Pokolyó? Ventilátor. Értem, ventilátor, és miből készült? Téglalapokból, rombuszokból és oválisokból. Csodálatos! Ó, egy sárkány! Sárkány! Megmondanátok a formák nevét? Téglalapból! És ezek mik? Rombuszok! Na és ezek? Oválisok! Téglalap, rombusz, ovális. Pokolyó. Nem volt szép tőled, hogy ilyen képeket készítettél. Neked talán viccesek, de Pato és Eli nem örül nekik. Képek! Tűha! Ezek nagyon vicces arcok. Na, ez tényleg mókás. Mulatságos. Éljenek a vicces portrék. Énekeljünk. I have a camera. I love taking pictures with it. When I take pictures of my friends, I use the flash. Fényképezőgép. Fotó. Vakú. And when we look at all the pictures, we see the funny faces and laugh and laugh.
Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Tóth Márk, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.